A videó egy-egy szakaszaiban a kamera látómezeje elmozdul a vadászgép mozgásának következtében. Arra kérlek, hogy próbáld meg követni az arcomat. Így látni fogod, hogy éppen negatív vagy pozitív G-erők hatnak rám. Mi a G-erő? A G a gravitáció szóból származik. Ez a Föld tömegvonzása, mely mindannyiunkra hat. A G az a nehézségi gyorsulás, mellyel a Föld nehézségi erőterében szabadon eső tárgy a levegő ellenállását figyelmen kívül hagyva mozogna. Egy G esetén az ember testtömege pont annyi, mint amit egy átlagos mérleg mér. A videó elkészítése során 2, 3 és 5G-nek volt rövid időre, másodpercekre kitéve a szervezetem. Emellett a pilóták által csak negatív G-ként emlegetett erővel is sikerült megismerkednem. Ekkor a G-erő negatív előjelet kap. Így 5-10 másodperces időszakokban megtapasztalhattam a súlytalanság élményét is. Két G-nél, saját testsúlyom kétszeresénél még ment a kézzelmelés, nagyjából. A 3G-nél már nem tudtam magasabbra emelni a kezeimet. Az 5G-s gyorsulásnál a 93 kg-os testemre összesen 465 kg súly nehezedett. Testsúlyomnak több mint az ötszöröse. Képtelen voltam megmozdulni. Az űrhajósok az indulás során körülbelül 3G terhelésnek vannak kitéve huzamosabb ideig. S míg az asztronauták fekszenek az üléseikben, s a gyorsulás egyenletesen hat egész testükre, a vadászgép pilótákra oldalirányból és fejtől a farig is hathat a gyorsulás. A gép orrának felemelésével és enyhe gyorsítással magasabbra kerültünk. A manőver végén lassabbá váltunk, s nagyon rövid ideig szabad esést éltünk át az L29-es süllyedése okán. Ez okozta a rövid súlytalansági élményeket. A többgés terhelések alkalmával testnedveim a lábaim irányába kezdtek áramlani. Ettől kissé kábának, erőtlennek éreztem magam. A pillanatokig tartó negatív G, vagyis súlytalanság alatt eufórikus érzés lett túl rá rajtam, ahogy a vér az agyam irányába lódult.
Mozgás koordinációm szaggatottabb lett, időérzékelésem is megváltozott. Ezért is tanulmányoztam olyan nagy áhítattal az előttem lebegő kezeimet. Ha tetszett a videó, iratkozz fel!